Budapest, illetve a budai oldal legészakibb része, Óbudának is az északi területe, amit a Budakalászi és az Ürömi Medence határol, illetve a Pilishegység észak-észak-nyugat felől. A Bécsi út, Aranyhegyi út, Óbudai Temető, ezek az alsó mélyen fekvő területek, főútvonalak, és ezekről lehet feljönni a hegyre, melynek a északnyugati része az az Ürömhegy, a délnyugati-déli része Aranyhegy, mellette pedig Csillaghegy felül a Péterhegy. Ezek a területek nagyon-nagyon rendezettek, nagyon gyönyörűek, az egyetlen hátránya a csatorna hiánya, de minden telek kilátással van, és mindegyik legalább 1000 négyzetméteres. Gyalog is 20 perc alatt le lehet érni, autóval 5 perc alatt, és ez a tömegközlekedés gyakorlatilag a város szívébe 20 perc alatt beviszi az embert. A területen főként üres telkeket kínálunk eladásra, illetve régebbi telkek esetén üdülőházakkal már beépített területeket. Néha előfordul kisebb számban a eladó családi ház, és néhány olyan ingatlanunk is van, ami megkezdett ikerház. Ideális családi házépítésre, 15-20%-os beépítés mellett 4,5-től 7 méteres építménymagasságig. Ez azt jelenti, hogy nagyon kényelmes 2-3-400 négyzetméteres családi házakat is lehet a területen építeni, és miután a minimális telekméret az 1000 négyzetméter, tehát az egész terület soha nem lesz sűrűn beépített, mint egyes más budapesti kerületek. A vevők legnagyobb része 15-20 millió forint körül próbál meg telket vásárolni, az ő részükre ikerházépítést tudunk javasolni, akik 30-40 millió forint körüli összegbe keresnek telket, azok igazából azok, akik a potenciális vevők ezen a területen. Ebben az árkategóriában már nagyon sok 1000 négyzetméteres, gyönyörű kilátással rendelkező telket tudunk kínálni, illetve vannak a befektetők, akik a csatornázott aszfaltút melletti telkeket szeretnék megvenni, és ezekre társasházakat építeni. Én alapvetően építészként dolgozom, tehát építésztervezőként itthon kisebb és nagyobb projekteket tervezek, amikor az ingatlan iroda tulajdonosa megkeresett, azért vágtam bele, mert azt gondolom, hogy a két tevékenység kiegészíti egymást. Egyrészt itt a telek eladásoknál nagyon sokat tudok segíteni a vevőknek, hiszen nem csak az előírásokat ismerem, hanem a lehetőségeket is. Nagyon sokszor vázlatterveket csinálok, különösen befektetőknek érdekes, de egy különlegesebb formájú vagy adottságú telek esetében sokat segít az, hogyha az igényeinek megfelelően gyakorlatilag előre bebizonyítom, hogy azt a házat, amit ő szeretne, azt azon a területen meg lehet csinálni, és ebből aztán tervezési megbízások is származnak. Ez az Óbuda Lux ingatlaniroda és Táborhegy központi részén fekszik, pont a Viharhegyi út és az Erdőalja út találkozásánál vagyunk. Jobbra, tehát hogyha a második kerület felé haladunk, akkor Remetehegyre érünk, ha még tovább, akkor Mátyáshegyre. Ez a terület is ide tartozik, mármint az iroda ezzel a területtel is foglalkozik. Ha pedig innen balra haladunk, akkor pedig Testvérhegyre érünk. Ez a hegykerinc párhuzamosan fut, majdnem párhuzamosan a Dunával, ezért jellemzőek a keleti fekvésű telkek, és hát ugye a panoráma elsősorban az, ami ide vonzza az embereket. Ezen a területen, itt Táborhegyen általában 1200 négyzetméteresek a telkek, vannak persze kisebbek, nagyobbak is. Testvérhegyre az jellemző, hogy ott nagyobbak, 1700 négyzetméteresek általában vagy átlagban, amíg ennél még nagyobbak, 2000 négyzetméteresek, azokat már nagy valószínűséggel megosztották, vagy meg fogják osztani. Elsősorban ugye családi házas övezet ez, 80-as évektől építették azokat a nagyméretű házakat, és a szülőknek nagyok lettek ezek a házak, ezért most vagy társasházzá átminősítik és több lakást alakítanak ki ezekből, vagy pedig újépítésű lakásokra, lakóparkokra és építésére is van már lehetőség. 5-600 000 forintos négyzetméter árakat lehet a mai napon mondani, ami ugye változik, ez magasabb volt, most kicsit alacsonyabb. A régi építésű lakások azok olyan 300 000 forintos négyzetméter ártól indulnak, Nagy luxusházak is épülnek természetesen, telek mondjuk már kevés van, hogyha valaki telket szeretne vásárolni, akkor nagy valószínűséggel már csak olyat talál, hogy régi ház van rajta, és akkor azt lebontja vagy átalakítja. Régebben ugye a kisebb választékból gyorsabban vettek, most túl nagy a választék, épp ezért tovább válogatnak. Tehát van, aki már fél éve keres, és még mindig nem találta meg azt, ami ideális lenne a számára. Azt gondolom, hogy a túlkínálat mindig ahhoz vezet, ugye, hogy még nézegetek, mert van rá lehetőségem. Tehát még tovább egész addig, amíg meg nem találom azt, ami megfelelő.